Egerben született, Miskolcon tanult, majd iskolái befejeztével Várpalotán helyezkedett el. Hogy került ide ilyen messzire a szülővárostól, miért éppen Várpalota? Nagyon egyszerű oka volt a szerelem, de hogyha úgy hívjuk, hogy Miskolcon kaptam oklevelet, gépészmérnök, az évfolyam társam a feleségem. Ő vegyi gépészként, én szerszámgépészként végeztem, és végzés évében, májusban, nekem az agyamig még nem jutott el, hogyha júliusban ténylegesen terv szerint összeházasodunk, és nem Egerbe telepszünk le. Hát a kis Gergely Lajos nyugodjon békébe fölvilágosított, hogyha a nejem 4 éves ösztöndíját egy összegbe visszafizetjük, akkor oda megyünk, ahová akarunk. Na hát ez az oda megyünk, ahová akarunk, ezt az anyagiak döntötték el. A nejem szülei pétiek, és nem véletlenül volt 4 éves ösztöndíja a Péti Nitrogéntől. Mint az én oldalamon, mind az ő oldalán a végzésre, tehát a ballagás, hogy öltönyünk legyen, kosztumunk legyen, gépészgyűrűnk legyen, meg mit tudom én micsoda, meg legyen az esküvő. A család összes felnőtt tagja az akkor járatos 5000 forintos személyi kölcsönt fölvette. Úgyhogy eljöttünk ide, azzal az elhatározással, hogyha lejár a szerződés, akkor elmegyünk Egerbe. Mi terveztünk, mást végzett, volt hozzá közünk, 2 év alatt 2 gyerek, és elindult a mókuskerék, és maradtunk 42 éve, így vagyok Várpalotán. A bányászatban töltött közel 20 év után a rendszerváltozást követően a politikusi pályára lépett. Mi ösztönözte a váltásra? Ezt sokszor végig gondoltam, nem tudom megmondani. 89-ben beindult folyamatok, egyik része volt az, hogy megalakult a reformkör az MSZNP-n belül, és én mai napig nem tudom, hogy hogyan kaptam az anyagaikat. És augusztusban, 89. augusztusában egész hónapot Egerben töltöttünk az odahaza a gyerekekkel, és hazajöttem, és a naplót kinyitom, és abban azt olvasom, hogy távol létembe MSZNP kongresszusára megválasztott a küldöttnek. Úgy, hogy 3 ismert ember a 8-as úttól lejjebb lévő cégek, mélyfúró, bánya, kenyérgyár, volán, mit tudom én, kik voltak még akkor itt, jelentős tagsággal, ez a 3 emberke korteskedett, mint ma csinálják, én senkivel nem találkoztam, a város életében részt nem vettem, és megválasztotta a kongresszusi küldöttnek. Na most ezzel járt az, hogy városi küldött, megyei küldött, és a pofámat soha nem tudtam tartani. Nem egyszerű helyzetben kapta meg a várost, hiszen a város gazdaságának fénykora 89-től fokozatosan véget ért. Önnek kellett a 90-es évek elején végigvezetni a bánya felszámolását, ezzel együtt több ezer munkahely megszűnését. Mennyiben nehezítette ezt meg a munkáját? Ez egy borzalmas időszak volt. 90. október 27-én választottak meg polgármesternek. November első napjaiba tudtam eljönni a bányától, mert 3 hete már a brikettgyár igazgatója voltam. És akkor megkérdezték, hogy el tudom-e dönteni, most mi a francot akarok, hogy igazgatóként vinni a brikettgyárat, vagy polgármesterként. Ez utóbbi mellett döntöttem, vakvezet világtalan módjára be a mély vízbe. 180 munkanélküli volt, ami az első hivatalos adat a kezembe került 90 novemberébe. 2 év múlva 3600, de ez mind várpalotai. Tehát most ennek volt egy alapja, hogy 1950-ben 7500-es település volt Várpalota, 70-ben 28000-es. Létrehozták a munkahelyeket az úgynevezett intenzív fejlesztés keretébe, és ebből a 10000 munkahelyből megszüntettek 6500-et. Egy-egy szerdai egésznapos fogadóra az rémálom mai napig számomra, hogy sorba álltak a munkanélküliek, akik valamikor a kollégáim voltak. Arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy brikettgyári és gépüzemes nagyon-nagyon ritkán fordult meg. Ezek az első adandó alkalommal szétszélettek, 20 kilométerre meg 800 kilométerre a munkát kaptak, és mentek, mert meg kell élni valamiből. Ez rohadt nehéz volt. Ha jól emlékszem rá, 93-as költségvetés 20%-a, 1/5-re ment szociális segélyre. Más volt a rendszer, az elosztási rendszer, mint most. A város bevételeiből kellett megoldani, de mondok egy apró dolgot.
A város összes iskolájának, óvodájának, 4 bölcsödéjének, ami akkor volt, Pétivel együtt, meg az készenlétivel együtt, szocialista brigádok voltak a támogatói. A cégektől megkapták az anyagot, kifestettek, vízvezetéket javítottak, villanykörtét cseréltek. Ez mind a város nyakába szakadt. Rohadt kemény gazdálkodást kellett folytatni. Körülbelül 3 év telt el, amikor az intézményi vezetők megszokták a stílusomat, hogy amire kell, azt előkaparjuk. Fölösleges igényre meg hiába sírnak, mert nem tudjuk előállítani. Óriási érvágás volt a városnak a bánya bezárása. Ha visszatekint 1990 és a 2006 közötti időszakra, emellett mi okozta még a legnagyobb nehézséget a város vezetésében? Az időnkénti széthúzás. Ma, 2013. október 11-én azt mondom, hogy ebben a város nagyságban találjanak a magyar térképen még egy ilyen várost, ahol meg a környező települések, hogy 100%-os az infrastruktúra. És olyan technikával, hogy mondjuk ebben az évben 15 éves a fűtőművünk, 16 éves a szennyvíztelep, jelentősebb nagy javításokon nem estek át, és itt emelek kalapot Arabér Mártén előtt, a jelenlegi polgármesterünk előtt. Mi a 91-ben indított folyamattal megcsináltuk a kivitelezést. Az első 2001-2006 között minden évben a felét sikerült elírni a törlesztő rész elengedésének, plusz elengedtek 1 milliárd forintot a 6 településnek a konzultáns költségbe, és 2011. december 2-án a Navracsics miniszterelnök helyettes úr és a Talavér Márti által aláírt dokumentum szerint elengedték a teljes hitelt. A másik dolog ezzel szinkronba. Időnként elmegyek a vasúti rampára, és benézek a telepre. Amit nem sikerült működés közben, hogy zöld legyen, mert a szénport mindent megölt. Most azt mondom, hogy a természet elfoglalta az esőt telepet. Émi nevű tevékenység van a briketnek a bort lakatos műhelyébe, a daraboló műhelybe, az összes többi kihalt város. Onnan 2600 ember ballagott naponta ki, műszakváltáskor, amikor bőgött a Martinkó tehene, meg annyi ment műszakra, ma semmi. A problémák és a nehézségek mellett nyilván volt számos szép eredmény és siker is. Ugye említette már a japán hitelt, amiből adódóan elég nagy adósság halmozódott fel, azonban jó néhány jelentős lépés is megvalósult, elsősorban a kommunális beruházások terén. Ön mit emel neki a sikerekből? Mondjuk most itt a Rákóczi Telepiskola udvarán. Szegény Marcona Jóska, aki a 90-es évek elején, 80-as évek, 90-es években és a 80-as évek elején volt az iskola igazgatója, sajnos meghalt. Úgy lopkodta össze a radiátorokat, és a leendő központi fűtésnek várna onnan kibontott, leselejtezett dolgait, hogy majd egyszer a széntüzelésről átállhatnak központi fűtésre. Hát neki 93-ban sikerült összehozni neki a város vezetésnek, hogy kapott egy központi fűtésrendszert olajfűtéssel, megkapta a tornacsarnokot, majd 96-97-ben, mikor a gázprogramot befejeztük, át tudott állni gázfűtésre. De a ma Nepomuki tornaterme ezzel szinkronba készült. Mondok egy apró dolgot, megjelent a Agárdi Kft. Ügyvezető igazgatója, hogy uram, befutcsoltam, 15 munkám megy a területen. Elsápadtam, azt mondja, ne sápadjon el, ezt a 2 tornatermet minden áron befejezem. Fél év késéssel sikerült. Inota, orvosi rendelő a faluba, orvos lakással, 93. Azért megyek így vissza 20 év távlatából, mert önmagában az, hogy a város működő képességét hitel nélkül 16 éven keresztül sikerült megtartani, én a japán hitel elé ezt helyezem. Tehát mindig voltak problémák. A kórház. Nagyon sokan szitták az anyánkat, hogy 2005. szeptember 1-től odaadtuk a működtetésbe. Hát tessék úgy végig gondolni, hogy abban az időszakban olyan évente 80-100 milliót kellett hozzátenni az önkormányzatnak. Ettől megszabadult a város. Ezer meg 2 helye volt.
Hogy mit kínlódott vele, mi köttető? Hát biztos, hogy nem állt ki vele, és nem mondott tosztokat, hogy kártérítést kérek, meg ezt, meg azt. Megcsinálták a saját projektjükat, a kettőt összeverve, nyereségesé tudták tenni. Erről az aktív ágyak megszüntetése nem az önkormányzat, és nem a kórház működtetőnek a témája volt. Ez országos téma volt, nézd meg mondjuk legközelebb Zicset. Sok harc volt, sok kemény csata volt. Én egyet tudtam értékelni, hogy ha nem volt elég egy téma megbeszélésére másfél, akkor normál emberekhez méltóan tudtunk róla kettős felett beszélni, és megoldásra jutottunk. Kívülről így utólag azt mondom, hogy jó volt, szép volt, ma nem kezdeném. 2006-ban egy új korszak köszöntött be az életében, véget ért a politikusi pálya. Hogyan élte meg akkor ezt? Most a humoros oldaláról kezdem. 2-3 év eltelt, karácsonyi bevásárlás, és régi cimborák üdvözölnek, hogy itthon vagyok látogatóba. És akkor elkezdtem röhögni, és mondtam neki, hogy ha még egyszer a Szélhelyi úton futkároztok a nejeddel, 7 centig nem fogok köszönni. És akkor nézz rám, azt mondja, miről beszélsz? Hát van a naponta ott futkoztok, és köszöntjük egymást, akkor honnan az Istenből jöttem látogatóba? Komolyra fordítaszott. Annyira szépen sikerült eladni barátaimnak, hogy ugye megmondtuk, hogy ha bukik, akkor hazaköltözik Egerbe. Na most a buli úgy kezdődik, hogy 3 évvel előtt elkezdtünk építkezni a kisebbik fiammal, és a választás után, bukásom után, 1 hónappal leköltöztünk a Szélhelyi utcába. A képem eltűnt a belvárosból, nem jártam naponta a Honvéd utcából a városházára, nem a belvárosi boltokba vásároltam, ebből kifolyólag, na ugye nekünk lett igazunk. Abszolút komolyra fordítani szót, most itt a Rákóczi telepi baráti kör alapító tagjaként, vezetőségi tagjaként. Egy évvel ezelőtt rám lőcsölték ezt a mai napot, hogy valamit beszélgessünk a életemről. Én nagyon jól érzem itt magam. Sok az ismerős, nem csak a polgármesteri múltamból, hanem leginkább a bányász múltamból, ahol 19 évet húztam le. Egyre bővülő, nagyon jó szellemű közösség, és ami az abszolút jó benne, politikamentes. Az egyesületi tevékenységen kívül mivel tölti még szabad idejét? Van egy másik. Az egy tényleg zárt közösség, amit úgy hívnak, hogy Vábök Fibak. Várpoltai bányász öreg fiúk baráti köre. Ez azt jelenti, hogy a 71-es bányánál való felvételim idején ezek az emberek voltak a bányaüzemekben főmérnökök, üzemvezetők, később osztályvezetők, majd összevonás után a Veszprémi Központban főosztályvezetők, igazgatóhelyettesek. 17-en vagyunk, átlagban olyan 2 havonta jövünk össze, és nagyon nosztalgia. Na most én ott öcsi vagyok a 66 évemmel. Szóval nem véletlenül voltak ők a főnökeim a kezdő időszakban, most közelebb a 80-hoz vagy a 80 fölött, de nagyon jó hangulat.